Köszöntöm a Fehérvár Televízió valamennyi nézőjét, innen Székesfehérvár belvárosából jelentkezik az Árt Café Fehérvár. Közeledik már a Székesfehérvári királyi napok kezdésének időpontja, hiszen pénteken indul ez a fantasztikus rendezvénysorozat. Erről fogunk beszélgetni vendégeim, pedig Benkő Igaz Krisztina, a Fehérvári Programszervező Kft. Szakmai vezetője, Keller János színművész, valamint Nagy Gyurita Szabad Színház vezetője. Köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Köszönjük a meghívást. Mi köszönjük, hogy itt lehetünk. Hát Kriszti, ilyenkor már a visszaszámlálás elindul, gondolom, már talán a múlt héten is elindult, de most már igazán a finishben vagyunk. Hát, ha visszaszámlálásról kellene beszélni, az már nagyon régen elindult. Nagyon régóta készülünk a királynapokra, hiszen ez egy nagyon nagy rendezvény, Székesfehérvár egyik legnagyobb szabadtéri rendezvénye. Úgyhogy igen, most már a hajrában vagyunk, a héten elkezdődik a királynapok. Itt, aki a Városháztéren fog sétálgatni, már 10-én láthatja a királynapok főpróbáját is, 11-én pedig már kezdjük az ünnepélyes megnyitóval. Egyikőtök sem első alkalommal csatlakozott a programhoz. Kinek milyen személyes élményei vannak? Hát nekem nagyon konkrétak, mert Történelmi Kavalkád néven tulajdonképpen Szabad Színház kezdeményezésére indult az a program, ami a jelenlegi koronázási ünnepi játékoknak az elődrendezvénye volt, ha így tetszik, és hát még előtte is voltak hasonló történelmi rendezvények, mint például a királyi esküvők, amelyben éppen Krisztával dolgozhattam együtt, nagyon jó volt és nagyon klassz volt, azt is nagyon szerettük, úgyhogy tulajdonképpen kezdetektől benne vagyunk ebben, és én nagyon pártolom ezt, hogy a székesfehérváriak bevonásával a székesfehérvári lakosok és az újonnan betelepültek visszatanításával, a várostörténet visszatanításával olyan közösségi élményt teremtsünk, amely az ide látogató turistáknak is felejthetetlenné válik. Neked a tavalyi év volt az első? Nekem a tavalyi év volt az első, és most, hogy beszélgetünk erről, hihetetlen, hogy eltelt egy év, hiszen annyira elevenen él még bennem az a rengeteg impulzus, ami ért tavaly ott, és tulajdonképpen végigkísérte az egész évemet. Ugye az én egyik feladatom az, hogy hörcsöggel jósolok. És nagyon sok ember ezt komolyan vett, és tulajdonképpen számolták a napokat, hogyha valakinek olyat jósolt a hörcsög, hogy 3 hónap múlva szerencse éri, akkor várták azt a 3 hónapot, hogy teljen le. Úgyhogy tulajdonképpen az elmúlt egy évenben végig téma volt ez itt a városban, hogy kinek jött be az, amit jósoltunk, vagy nem. Azt hozzátenném, hogy ez egy játék. Tehát van szerelmi jóslás, ami szintén játék, van tarotkártyából való jóslás, illetve én a hörcsöggel. Ez mind-mind játék. Fontos megemlítenem, hogy Váradi Eszter, Sára, Jónás Andi, Németh Marian, Méri, akivel együtt csináljuk ezt a Boszorkány utcát, és idén újabb elemekkel bővül ez az utca. Eláruljam, vagy legyen meglepetés a kedves... Valamit árulj el a sikátorból, mi várja az érdeklődőket. Ezeken vagy kívül, amiket felsoroltam, meg lehet kóstolni az életvizét, a bölcsességvizét. Lesz egy jó tündérünk, egy jó boszorkányunk, aki gyerekeknek mesét olvas. A játékos kedvű, kedves vendégeink kipróbálhatják magukat óriás emberekkel, gólyalábas emberekkel. Úgyhogy lesznek új elemek is, ezen kívül lesznek körtáncok, ami csak azért fog megtörténni minden nap, hogy minden ember legyen boldog, hogy az egész Székesfehérvár, és aki ide látogat Székesfehérvárra, vigyel azt a boldogságot, amit itt tapasztal a királyi napokon. Hogyha már az interakciókat, meg az interaktivitást említetted, akkor azt hiszem, hogy talán a Szabad Színház és az a középkori forgatag, amit Juditék évről évre ide varázsolnak, az is hát ennél interaktívabb dolog kevés lehet. Igen, ez egy tulajdonképpen egy megélt városi perpatvar, egy piaci perpatvar forgatag. Ezzel az a célunk, hogy egy kicsit bevonó módon élményszerűvé tegyük az emberek számára azt elképzelni, segítsünk elképzelni, hogy milyen lehetett egy középkori városnak a képe. Nálunk is lesznek bevonó jellegű játékok, gyerekeknek mindenféle középkori játék. Ezeknek tényleg utána néztünk, és nekem már nagyon szép könyvtáram van a középkorból is, nem csak az ókorból, hogy milyen játékok voltak akkoriban. Ezen kívül hát kihagyhatatlan, ugye a vizes VB aktualitása, egy vizes boszorkányúztatás, az mindenképpen egy boszorkány utóválogató, vizes VB, az feltétlenül lesz az idén.
Hogy tudtátok kitalálni ezeket a dolgokat? Hiszen minden évben jön valami Fertő Laci, megvizsgálja az embereket, és hát tényleg annyi minden érdekesség, látványos dolog van. Ilyenkor összeültök a Szabad Színházas csapattal, vagy hogy néz ki ez az ötletelés? Ennek tulajdonképpen egész évben készülünk ilyesmikre, meg hát ahogy utazgatunk, mindenhonnan összegyűjtjük a hasznos elemeket. Hát én egyébként az egyetemen tanítom is a társadalmi innovációkat. Épp most hozta meg a postás, most jelent meg erről egy könyvem, majd szeptemberben lesz egy könyvbemutató is. Tehát alapvetően gyűjtögetem a jó ötleteket, és mindenki. És akkor, ha látunk egy jó darabot, vagy egy tárgyat, egy használati tárgyat, vagy egy ruhadarabot, vagy akár egy ötletet, akkor mindig benne van, hogy ebből, hú, de jó lesz ez majd, ezt tegyük el, mert ez jó lesz nyárra, vagy a középkorba, vagy ide-oda. Tehát én akárhol járok, akkor mindig eszembe jut, hogy ez az ókori interpretációhoz, vagy éppen a fehérvári középkori játékokhoz illene, és akkor én ezt mindig elteszem, megírom, lefényképezem, hát valamilyen formában feldolgozom, hogy ne felejtődjön el. Nagyon sok új dologról, újdonságról esett már szó, de mondhatjuk azt, hogy magának a székesfehérvári királyi napoknak is idén nagyon-nagyon sok új eleme lesz. Igen, minden évben, ahogy a fehérváriak is tudhatják, változik a királynapok időpontja. Ugye augusztus 20-ához igazodunk, nagyjából augusztus 20-a környékén fejezzük be a királynapokat. Ez most pontosan így is lesz, hiszen vasárnapra esik augusztus 20-a. Augusztus 11-ével kezdünk, így pont két hétvége esik bele ebbe a fesztivál sorozatba. Úgyhogy az első hétvégén, 12 és 13-án fogunk egy népművészeti fesztivált rendezni, ahol belakjuk a belvárost. Közel 100 néptáncosunk és népzenészünk lesz itt, akik bemutatják, hogyan éltek annak idején az őseink, hogyan mostak mosógép és centrifuga nélkül, hogyan zajlott egy legénybúcsú, hogyan zajlott egy népi lakodalom. Ugye ezt mindet meg lehet majd itt nézni ezen a két hétvégén. Ami még újdonság, és szerintem nagyon sokan érdeklődni fognak iránta, augusztus 12-én a Mozdulatlan Legendák, az Albaréki a Táncegyüttes rendezésében, ugye eddig színpadi körülmények között valósult meg zárt térben, most ezt kihozzuk az utcára, négy helyszínen, négy különböző tételt fogunk bemutatni, vagyis hát a néptáncosok fogják bemutatni, ugyanúgy a Juditék és a Szabad Színházzal közreműködnek, hagyományőrző katonáink is lesznek, és az elmaradhatatlan gólyalábosok fogják irányítani a tömeget. Akkor ez is egy ilyen első dolog, hogy együttműködtök? Igen, mi a Történelmi Kavalkád első évében egy nagyon fontos kulturális innovációt fejlesztettünk. Ez tulajdonképpen az élőképes krónika, ez egy interaktív idegenvezetés, eljátsszuk a város történetét. Gyakorlatilag animáltuk az Augsburgi képes krónikát, és az eredeti helyszíneken a város történetéből 6-7 perces gyerekek számára is érthető derűs történetekben megfogalmazott részleteket mutatunk. És hát ezek az emblematikus történetek megihlették a táncosokat is, és tulajdonképpen a Mozdulatlan Legendákban az a legfontosabb képek, vagy azok az alappillérek, amelyek a város különböző korszakait megmutatják, azok azonosak, azok a történetek, mint amiket mi feldolgoztunk az élőképes krónikában. És hát ezt ismerte föl az idén a majoros testvérpár, hogy milyen jó volna, hogyha mi ezt eljátszanánk, ők meg eltáncolnák. Tehát, hogy ezeket a város történeteinek, ezeket az emblematikus részleteit, a koronázást, a Mátyás király esküvőjét, a Varkocs kizárását, illetve a reformkori Petőfi történetet fogjuk megmutatni. A színház, illetve a táncművészet eszközeivel. A koronázás ünnepi játékok része, mikor fog indulni most a programnak idén, Kriszta? Ugye eddig az első hétvégéről beszéltünk a Népművészeti Fesztivál kapcsán, és a második hétvégén, péntektől vasárnapig, augusztus 18 és 20-a között lesz a koronázás ünnepi játékok. Most kicsit összefolyik az augusztus 20-ai rendezvényekkel, úgyhogy 20-án lesz a székesfehérvári királyok menete is, ez most benne lesz a koronázás ünnepi játékokban, amikor a koronásparttól egészen a díszközgyűlés helyszínéig a Szent István térig vonulunk fel az óriásbábokkal és a néptáncosokkal, valamint az összes hagyományőrző csoportunkkal, hiszen ők itt vannak végig a három nap folyamán. Hány hagyományőrző csoport lesz? 6 hagyományőrző csapatunk van, vagyis 7, mivel 2 lovas csapatunk van,
a fehérvári huszárok is ilyenkor visszaöltöznek egy picit, és ők is a középkori életet képviselik, a többiek pedig talpas hagyományőrzők, ugye ők gyalogosok, és ők az Icsi-ligetben lesznek, de bejönnek a belvárosba is. Azt ugye Judit említett, hogy egész évben nézik, szemezgetik, hogy mit lehetne aztán itt a nyár folyamán akár, vagy úgy egész évben megidézni, vagy beépíteni ebbe a programba. De én úgy emlékszem, hogy Váradi Eszter Sárával, amikor beszélgettünk, akkor például ő is mondta, hogy bár ez játék, de például komoly tanulmányokat vett például a kártyavetéssel kapcsolatban, és ez nálatok is akkor így zajlott, János. Abszolút, nagyon pontos a megfogalmazása Eszternek. Valóban könyvet tudnánk írni arról, hogy az emberek mennyire veszik ezt komolyan, vagy nem veszik komolyan, vagy hogy érinti őket az, amit mondjuk egy hörcsöggel én jósolok. De azt engedd meg, Viktória, hogy elmondjam a kedves televízió nézőknek, hogy kis feladatot adnék, ugyanis a 3 nap alatt én több ezerszer fogom elmondani ezt a varázsigét, és hogy arra kérném a kedves televízió nézőket, hogy készüljenek már a varázslásra. Azt kell megtanulni azt a szöveget, hogy kicsi hörcsög, nagy az erő, mutasd meg, mit hoz a jövő. Ezt kell megtanulni, és hogyha ezt megtanulják a kedves televízió nézők, akkor biztos, hogy a hörcsög jósolni fog. Szóval, amint említettem már a műsor elején is, rengeteg visszajelzést kaptam, és hihetetlen, de több ember azt jelezte, hogy bejött neki az, amit a hörcsög jósolt. Természetesen volt olyan, akinek nem, de a lényeg ennek az, hogy mindenki érezze magát nagyon jól, a jó hangulat adott, és szerintem az a legfontosabb, hogy találkozunk itt a belvárosban, és legyünk együtt. A kis hörcsögök egyébként tavaly óta is jól vannak. Jó, és ezt akartam kérdezni, nagyon sokan aggódtak a hörcsögökért. Igen, emlékeznek ezekre a szép pillanatokra, úgyhogy ők tudják már ezt a varázsigét, ők otthon laknak nálunk a mi lakásunkban, és a kislányom gondozza őket. Úgyhogy nagyon készítjük őket most erre a rendezvényre. Akkor ilyen zúgjósdert üzemeltettek? Nem használjuk ki a lehetőséget, nem. Ők csak ilyenkor dolgoznak. Egy évben ezen a 3 napon, amúgy békében, nyugalomban élnek. Itt azért elég nagy igénybevételnek vannak kitéve. 2 hörcsögünk van, és a Jani mindig cserélgeti őket, hogy ne fáradjanak ki túlzottan. Igen, és hát az igazság, hogy a Krisztáik nem is tudnának jósolni, mert hát ehhez kell egy azért valami varázserő. Tehát külön nem csak a hörcsögnek, hanem aki ezt csinálja, de ha gondolja Kriszt, akkor majd megtanítom neki. Jó, lehet, hogy kipróbáljuk. Még előtte megpróbáljuk, hogy működnek-e a hörcsögök. Rendben. Hogyha ki kéne elmenni egy programot, akkor mi lenne, ami számotokra a legkedvesebb itt az egész kavalkádban? Én mindenképpen a látványos programelemeket szeretem kiemelni. Szerintem most, hogy kibővült én úgy hívom, hogy szakra kompánia, ugye ez az óriás báboknak a társulata. Ez azt gondolom, hogy egyedülálló lesz, ez nagyon látványos lesz az óriás báboknak a menete. Meg hát ugye a piactér önmagában is látványos lesz. Mi még kicsit Anonymusszal is fogunk foglalkozni. Prikulis társulattal készültünk a nyári színjátszótáborban, egy kicsit Anonymusból fölkészültünk, hiszen vannak olyan történetírók, akik úgy gondolják, hogy harmadik Bélának, hiszen most az idei ünnepnek ez a tematikája, ez a királyunk, harmadik Bélának a jegyzője volt Anonymus, vannak azonban kutatók, akik negyedik Béla jegyzőjeként írják, minden esetre a geszta műfaja, a történetírás műfaja az hozzá kötődik, tehát egy kicsit ezzel fogunk elidőzni, egyébként a szokásos perpatvarok mellett még az idén. Én nem emelnék ki semmit. Én inkább azt mondanám, hogy hihetetlen az a rengeteg pozitív energia, ami körbeöli ezt a várost ezeken a napokon. Hihetetlen, hogy mennyire érdeklődőek az emberek, hogy mennyire kíváncsiak, hogy mennyire szeretnek kommunikálni. Tehát én az egésznek úgy, ahogy van, nagyon örülök, és hihetetlen öröm és boldogság itt lenni az emberek között, és velük megünnepelni ezt az ünnepet, ezt a több hetes ünnepet itt Székesfehérváron is. És tényleg én örülnék annak, hogyha az ország minél több pontjáról eljönnének, és megízlelnék azt, hogy mi történik itt ebben a belvárosban, mert tényleg egyedülálló. Hát én azt hiszem, hogy szervezőként sok mindent nem emelhetek ki külön, hiszen mindegyik programelem kedves a szívemnek és a lelkemnek. Esetleg egy új programelemet még, amit én is nagyon várok, hiszen itt fog debütálni. A Fény utca, tudja mindenki milyen, aki már járt Székesfehérváron ebben az időszakban, de mi egy pici újítást fogunk idén belevinni. A Mátyás emlékműnél lesz egy interaktív fényfestésünk,
hogyha valaki oda beáll egy ilyen kis ponthoz, akkor ő irányíthatja a fényfestést. Úgyhogy azt hiszem ez is nagyon látványos lesz, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen vélemények jönnek majd vissza hozzánk ezzel kapcsolatban. Én azt gondolom, hogy tényleg számos érdekes és izgalmas pont lesz az idei esztendőben is. Köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Jöjjön egy kis ízelítő, aztán pedig megyünk tovább a Fricsai Richárd Katonazenekari Fesztiválról, árulunk el érdekességeket. Köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen. És köszönjük. Hangulatos ízelítő után folytatódik az Árt Café Fehérvár, innen Székesfehérvár belvárosából, és hát a műsor második etapjában szintén a Székesfehérvári Királyi Napok keretében a rendezvény ideje alatt megvalósuló 5. Fricsai Richárd regionális katonazenekari fesztiválról fogunk majd beszélgetni. Nagyon sok szeretettel köszöntöm Benda László ezredes urat, valamint Ruf Tamás őrnagyot. Köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat. Jó estét kívánok! Jó estét. Hát azt hiszem, hogy Székesfehérváron a Katonazenekari Fesztiválról új dolgokat elárulni bizonyára lehet az idei program kapcsán, de ez egy nagyon nagy múltú és igencsak népszerű rendezvény már. Milyen elemekre számíthatnak idén az érdeklődők? Én azt hiszem, hogy Tamás inkább illetékes ebben a kérdésben, hogy a művészeti részét inkább ő szervezte. Talán, ha mondanál róla egy-két szót. Amit a nézők már megszokhattak, amit a közönség szerintem vár is, hogy itt a főtéren 4 katonazenekar fog bemutatkozni. Lesznek különálló katonazenekari blokkok, és lesz úgynevezett összevont katonazenekari koncert. A 4 zenekar közül vannak visszatérő vendégeink is, mint például mondjuk Tata. Tatai zenekarral egyébként ezredes úrnak nagyon, nagyon jó baráti kapcsolata van, mondhatom ezt így? Persze, el lehet árulni a titkot. A kis kulisszatitkokat. Aztán jön a debreceni zenekar, egy kicsit távolabbról. Szentendréről érkezik a 3. zenekar, egy nagyon-nagyon kiváló csapat, és hát 4. zenekarként, házigazdaként a fehérvári zenekart láthatják majd. Akkor én most le is csapok ezredes úrára a kulisszatitokra, hogy Tatával miért is van különösen jó kapcsolat az ezredes úrnak. Ez elég régi történet, ugyanis én a pályafutásomat 1990-ben Tatán kezdtem, és hát ez a 4. év, hogy itt vagyok Fehérváron, én idáig Tatán szolgáltam, ennél fogva nagyon jól ismerem a tatai zenekart.
hosszú-hosszú éveken keresztül szakmailag is hozzám tartoztak, én is tápoltam őket, és azt hiszem, hogy ők is egy hasonló jó képességű zenekar, mint a helyi. Ugye az is már egy ilyen bevett szokás, hogy minden évben van gyepsó. Talán ez az egyik ilyen legnépszerűbb eleme a produkciónak. De áruljuk el azoknak, akik nem tudják, hogy mi az a gyepsó, hogy mire számíthatnak. A gyepsó az tulajdonképpen ezt az amerikai slangből vettük át, ugye mert itt a téren inkább térkősóról tudnánk beszélni, mint gyepsóról. Ez nem más, mint amikor zenés, tehát zenére, miközben a zenekarok zenélnek, különböző formációkat, alakzatokat mutatnak be. Tehát gyakorlatilag ez egy katona zenekaroknak egy alaki gyakorlat, egy alaki bemutató. Az egészen sarkos mozdulatoktól a táncos elemekig nagyon sok minden megtalálható benne. Nincs kőbevésett írott szabálya ennek a műfajnak. Van egészen hagyományápoló, hagyományőrző ágazata, van egészen show műsorra szakosodott ágazata. Itt a nemzetközi porondon mindegyikre nagyon-nagyon jó példa van. Azt gondolom, hogy a magyar katonazenekarok ebben is nagyon szépen jeleskednek. Eddig bármelyik nemzetközi fesztiválon, akár Németországban, akár Franciaországban, vagy akár a tengeren túlon megjelent egy magyar katonazenekar, annak mindig nagy sikere volt a gyepsó kategóriában is. Az, hogy gyepsó, ez sokszor megtéveszti az embereket egyébként. Tehát volt, hogy egyszer akartak minket hívni egy nem túl jó állapotban lévő focipályára, és akkor hát én mondtam, hogy hát azért ezen nem biztos, hogy én szeretnék alaki bemutatót tartani, mert azért egy könnyű, bőrtarpú félcipőbe az ember, hogyha most sarkítok, elesünk egy vakon túrásba, az nem biztos, hogy jól fog mutatni. Úgyhogy jobb azért szerencsésebb az aszfaltos, vagy mondjuk ez a térköves megoldás. Nagyon népszerű ugye az emberek között. A fehérvári zenekar idén inkább egy picit a hagyományőrzőbb, egy kicsit a katonásabb vonalat fogja bemutatni. És hát természetesen azt gondolom, a tataiak biztos, hogy táncolni fognak, ezt már ezt lehet borítékolni, ők nagyon szeretnek táncolni. Szinte mindegyik zenekarnak megvan egyébként a saját profilja. Nem hazabeszélve vagy visszabeszélve Tatára, ez csúnya dolog itt fehérvári parancsnokként ezt tenni, de talán a zenekarok között a tataiak azok, akik a leghumorosabb, legpörgősebb ilyen gyepsót szokták előadni. És akkor a fehérvári inkább a hagyományőrző irányban megy el idén? Most igen. Nekünk is volt olyan év, amikor mondjuk volt, hogy Buzz Spencer utánzatot csináltunk, Buzz Spencer filmből adtunk elő zenét, nagyon nagy sikere volt, vagy azért a közönség minket többször láthatott itt a Vörösmarty Színházban konkrétan show koncertet előadni. Most egy kicsit idén azt gondolom, hogy eljött az ideje, hogy egy kicsit visszakanyarodjunk a gyökerekhez. Sőt, hát az egyik közösségi oldalon például egy tankcsapdasláger terjeng, amit igen, nagyon sokan megosztottak már. Hát ez a tankcsapdasláger, ez azóta is kísért minket, ezt még az elődöm csinálta, Karnis Csaba százados úr, az ő nyugdíjazással kapcsán kerültem én 7 évvel ezelőtt Székesfehérvárra. Azt a tankcsapdát, tehát volt olyan, hogy Kecskemétről felhívtak, hogy akkor ők szeretnék, hogyha a katonazenekar részt venne a rockfesztiválon. Azért mondom, mert még most is kiteszi egyébként folyamatosan több közösségi oldal is, közben alacsonyan szállnak a papírok, tehát több közösségi oldal is kiteszi folyamatosan ezt a tankcsapda slágert. Szerintem én havonta egyszer beleütközök. Én is láttam, mondjuk kifejezetten úgy, hogy felhívták rá a figyelmemet. Sőt, én akkor néztem meg, amikor felhívtak Kecskemétről, hogy ők azt szeretnék, hogyha az a tankcsapda szám menne, és hogy ezzel a zenekarral, hát természetesen nem hoztuk tető alá ezt a házasságot, de most már így, hogy most is előkerült, most már komolyan motoszkál bennem, hogy lehet, hogy elővesszük még egyszer. Újra kell dolgozni, újra fel kell dolgozni. Újra hangszerelni. Lehet, egyébként van benne ráció. Nos, ugye a hagyományokról beszéltünk, a katonák élete a katona zenével mennyire van összefüggésben, ezredes úr? Mindig is összefüggésben volt, ugyanis lehet, hogy nem sokan tudják, de a katonazenekarok voltak annak idején a hírvivők, tehát a katonazenekar adta a különböző jelzéseket a csapattesteknek, hogy mikor mit kell csinálniuk. Innentől fogva már a háború kezdetétől fogva a katonazenekar valamilyen szinten, vagy a katonazenész valamilyen szinten megjelent.
Ők azért vannak, hogy egyrészt a katonai alakifogásoknál a zenekari hátteret szolgáltassák, illetve kapcsolatot tartsanak a társadalommal, például ilyen rendezvényeken, de más jellegű rendezvényeknél is, színházakban, ahogy mondta Tamás, szerepelnek, ott is meg van említve, hogy ők a Magyar Honvédség 43-as ezred zenekara Székesfehérvárról. Ez a lényeges, ez a kettő fontos eleme van a katonazenekarnak a hadsereg életében. De azt is mondhatjuk, hogy a katonazenészek, amellett, hogy zenészek és művészemberek, közben pedig katonák is, és ugyanúgy teljesíteni kell a szolgálatot, Tamás? Ezredes úr mosolyog. Szerintem ő lehet, hogy úgy van vele, hogy mi elbírnánk több katonáskodást is. Én azt gondolom, hogy igen, tehát az, hogy katonazenész, az egy nagyon-nagyon különleges szó összetétel. Sokak nem is értik, hogy ez hogy fér meg ez a két szó egy szerkezetben. A kötelező kiképzést azt az összes katonazenész teljesíti. Azt gondolom, hogy így helyes a megfogalmazás. Tehát azért az, hogy mi ugyanannyit és ugyanolyan magas szinten katonáskodjunk, mint mondjuk egy lövészkatona, az azért nem megy, mert mi közben nekünk van évente 150 fellépésünk. Tehát, hogy amikor a lövészkatona mondjuk egy lövészeti kiképzésen van, akkor valószínűleg mi éppen vagy a városban, vagy éppen valahol a 6 megyében, amit ellátunk, éppen fellépésen vagyunk, majdnem minden hétvégén utazunk valahová, tehát most az augusztus is hogy minden hétvége be van táblázva, úgyhogy emellett a kötelező kiképzést tudjuk végrehajtani, azt viszont végre is hajtjuk. Tehát mondjuk havi egyszer biztos, hogy a zenekar is előfordul a lőtéren, megyünk menetgyakorlatra, és hát a határmenti feladatokba is be volt osztva, és a mai napig is be van osztva a zenekar bizonyos mértékben. Sőt, amikor mondjuk árvízhelyzet volt, akkor is ott pakoltuk a homokzsákokat ugyanúgy a többi katonával, szóval azért azt mondhatom, hogy részt veszünk a katonai életnek ebben a részében is. Teljesen igaz. Nyilván azok a szabályok, amik az általános katonai szabályok ugyanúgy vonatkoznak rájuk is, tehát a kiképzés, a felkészítés, de akár misszióba is ugyanúgy el tudnak jutni, mind a mellett, hogy művész emberek. Ezt természetesen legmesszebb menőkig figyelembe kell, hogy vegyük, mert hogyha nem tartjuk meg azt a reális egyensúlyt, akkor az valaminek a kárára megy. Vagy nem lesznek katonák, vagy nem lesznek művész emberek. Az nem jó. Nem jó. Tehát az arany középút. Említett még ezredes úr az imént egy ilyen nagyon fontos gondolatot, ugye a társadalommal való kapcsolattartás, tehát mondhatjuk azt, hogy talán egy-egy ilyen rendezvény, vagy egy-egy ilyen bemutató, amikor mondjuk a katonazenészek is fellépnek, akkor az lehet egyfajta híd is a társadalom civil lakossága és az egyenruhás a katonák között? Természetesen ez egyfajta híd, egyfajta kapcsolat, ahogy mondta Tamás, az évi 150 plusz fellépés, Az nem csak pusztán a zenekart jelenti, nagyon sok esetben mennek velük más katonák is, akik akár egy technikai bemutatót, egy statikus vagy egy dinamikus bemutatót tartanak. Itt Fehérváron is több alkalom van ilyen, amikor nem titkolt cél toborzás jelleggel megy ez, azért, hogy a sorkötelezettség megszűnése, illetve felfüggesztése kapcsán a hadsereg valamilyen szinten elvesztette a társadalommal egy bizonyos kapcsolatát. Ezt szeretnénk ezekkel a fellépésekkel visszaállítani, hogy minél többen megismerjenek, és bizony egyre többen keresnek is bennünket, hívnak is bennünket. Falunapok, különböző fesztiválok, különböző nyílt napok, iskoláknál nagyon sokat szerepelünk például, hová megy a zenekar is, de mennek velük más katonák is. Ugye azt is említettük már itt a beszélgetés elején, hogy az idei esztendőben 5. alkalommal kerül majd megrendezésre ez a regionális katonazenekari fesztivál, ami Fricsai Richard nevével kerül megrendezésre. Ez sem véletlen, a névválasztás sem, gondolom én. Igen. Művészet? Most vagy azt mondom, hogy nem árulok el titkot, hiszen erről már beszéltünk, vagy pedig azt mondom, hogy egy kicsit akkor megint a kulisszák mögé, ha tekintünk. 2013-ban volt itt ebben a formában az első regionális katonazenekari fesztivál, és ugye az emlékév kapcsán gyakorlatilag, ugye akkor volt, hogy először a város egy nagyon nagy volumenű rendezvénysorozatot épített fel kifejezetten ekkor, és ugye az elmúlt 5 évben szépen, hogy mondjam, hogy le is tisztult, kicsit kikristályosodott, tehát most már van egy fokozatosan, dinamikusan épülő rendje, hogy én ezt belülről is, meg kívülről is úgy szemlélem, tehát hogy megvan tehát
az az alapkő jól le lett téve, és akkor kapcsolódott be ugye a Katona Zenekari Fesztivál ebbe a rendezvénysorozatba, és hát Breyer Éva a polgármester asszony nevezte el, tehát ott ültünk fent az irodájában egy ilyen előzetes értekezleten, és határozottan emlékszem, hogy beszélgettünk arról, hogy ez hogy jelenjen meg, és ő egyszer csak azt mondta, hogy szerinte ez attól lesz egy kicsivel még több, mint más városokban, hogy ha már Fricsai itt élt és szolgált, és megalapította a zeneiskolát, és része volt a Filharmoniai Társaságnak, és benne volt mindenféle művészeti kulturális életben, akkor ez legyen egy Fricsai Richard katonazenekari fesztivál, és így lett. Egy kicsit ettől is, hogy mondjam, a sajátunk lett ez a fesztivál, és ettől is. És ezt így is emlegetik az országban, tehát hogy nem azt mondják, hogy akkor megyünk a Fehérvári Fesztivál, hanem azt mondják a kollégák, hogy igen, és akkor augusztusban lesz a Fricsai Fesztivál. Tehát, hogy ez így beépült. Hát hiszen, mert Fricsai és a katonazene is azért szoros összefüggésben van. Igen, hát azért itt konkrétan nagyon-nagyon nagy hagyománnyal rendelkezünk, hál' Istennek, és ez egy felelősség is egyébként, tehát hogy Székesfehérváron azért Fricsai egy olyan hagyományt teremtett és olyan alapokat rakott le, ami nemzetközi viszonylatban is kimagasló. Szívesen jönnek egyébként a résztvevők ide Székesfehérvárra? Mik a visszajelzések vagy a tapasztalatok a katonazenekarok részéről? Mindegyik fesztiválra nagyon szívesen mennek a zenekarok, ugyanis ez egyfajta nem hivatalos versengés közöttük, hogy ki mit tud előadni, ki mit tud előhúzni a zsebéből. Mindig készülnek újabb és újabb műsorokkal, minden évben van valami új elem a zenekaroknál, és ezt nagyon szívesen megmutatják a nagy közönségnek is, meg persze a többi zenekarnak is. Ugyanígy van ez Kaposváron, ugyanígy Tatán, Debrecenben, itt Fehérváron, meg más egyéb helyeken, ahol ilyen zenekari fesztivál van. Szívesen jönnek. Ugye érintőlegesen már beszéltünk a fellépőkről, ahol az is elhangzott, ugye, hogy mindegyik katonazenekarra jellemző valami. Áruljuk már el a nézőknek, hogy az idei vendég fellépőkről mit kell tudni. Tata ugye a könnyedebb vonal, ezt már hallottuk. Tata a könnyedebb vonal. Én láttam már ebben az évben egy műsorukat. Ott vigadság, humor, poénkodás, hogy mondjam ezt. A zenekar vezető egy nagyon kreatív illető, és minden évre kitalál valami újdonságot. Ők egy ilyen bohém zenekar. Debrecen már egy picikét visszafogottabb. Ők, ha minden igaz, mazsorettekkel készülnek. Előzetesen ezt az információt kaptuk, ők ezzel dobják fel a fesztivált. Szentendre ők is egy picit talán egy ilyen visszafogottabb társaság, nem tudom, én még ebben az évben nem láttam műsorokat, Tamás, láttál tőlük valamit? Szentendréről szerintem annyit kell tudni, hogy ők elmentek egy kicsit ugye a könnyű zene, a big bandes vonalba, csak hát azt itt a téren nem lehet bemutatni. Tehát, hogy itt a téren ők inkább egy kicsit ezt az amerikai zenét fogják szerintem képviselni. Tehát azért nem nagyon tudnak ettől a big band világtól elszakadni, elég sok jazzzenész dolgozik közöttük. És hát van Fehérvár, ugye, akik mindenben otthonosan mozognak. Igen. Magas szakmai színvonalon, ugye erről nem is kell beszélni. Igen, de hát ezt viccet félretéve Fehérváron, hogy mondjam, az én nézetem az, hogy a zene az egy torta, és ennek a tortának nagyon sok szelete van. És nem biztos, hogy most csak csoki tortát kell ennünk és gyártani, vagy csak, mit tudom, egy citromtortát, hanem nem árt, hogyha egy kicsit úgy színesebb ez a paletta. És igyekszem mindig úgy összeállítani a Fehérvári Zenekar műsorát, mondjuk így egy egész évet áttekintve, hogy azért egy picikét mindenből legyen benne, és lehetőleg a teljesség igényével. Tehát nem az, hogy most játszunk egy rockzenét, de nem is hasonlít a rockzenére, meg játszunk egy kis Bachot, de csak azért, hogy azért ne érje szó a házért, hanem az adventi hangversenyünk azért az általában inkább egy nagyon komoly szakrális dolog, ami a bazilikához és a helyszínhez méltó, és a rendezvényhez méltó. Ugyanakkor csinálunk tényleg vendégművészekkel, komoly országos hírű énekesekkel, például
csak azt mondja, hogy Varga Miklósnak, ha azt mondják, hogy a fehérvári katonazenekar, akkor ő elkezd mosolyogni, és azt mondja, hogy szívesen jön bármikor, mert jó élményei voltak velünk. Tehát, hogy igyekszünk minél szélesebb palettát kialakítani. Természetesen azért az évi 150 fellépés mellett erre azért, hogy mondjam, nagyon észnék kelleni, hogy az ember mindig időbe fel tudjon készülni. Tehát hónapokra előre kell készülni, és mindig előre gondolkodni. Ez egy jó beharangozó volt az adventi koncerthez. Igen. Egyébként ugye augusztus 17-én lesz maga a fesztivál. Ugye a szervezésnek mikor kell nekiállni? Hol tart ilyenkor az előkészület? Vagy egyáltalán mennyit kell mondjuk például a zenekarnak próbálni? Szervezés az közel olyan tavasz környékén, mert ez megkezdődik, ugyanis akkor már egyeztetni kell, hogy melyik zenekar ér rá. Tud-e jönni, milyen egyéb dolog szükséges nekik. Nyilván ezt hadsereg révén parancsosítani kell, valamiféle parancsot kell írni minden alakulatnak, hogy ide el tudjanak jönni. A művészeti része pedig, hát, ahogy a Tamás mondta, hónapokkal előre kell gondolkodniuk, hogy milyen repertoárt fognak előszállítani. Nem tudom, én ennyit értek a zenéhez. Ennyi fellépés mellett mennyi idő jut próbára, vagy mikor kezdtek el próbálni? Jut idő, tehát ha nem lenne, akkor nem próbálnánk, és azt szerintem szörnyű lenne nekünk is, meg a hallgatóknak is. Hát valamikor tavasz elején kell elkezdeni készülni. Tehát ahhoz, hogy mondjuk ezt a gyepsót be tudja mutatni egy zenekar, ahhoz hónapokat kell gyakorolni. Tehát ez egy nagyon nehéz műfaj. Mert az, hogy egy összevont zenekari tömbbe beáll 100 katonazenész, és eljátszák, ami a kottában van, azt gondolom, hogy manapság már azért a kor követelményének ez megfelelés, ez egy elvárható dolog, hogy főiskolát végzett emberek jól olvasnak kottát, jól zenélnek, felkészülnek és megcsináljuk néhány próbával az előadást. De az, hogy a gyepsó, na arra mindenkinek hónapokat kell gyakorolni. Tehát az, hogy minden ütemben adott esetben valamilyen mozgás, és ugye nem egyszerű menet, még csak egy sima menetelés is olyan, hogy azért az csak a katonazenekarok tudják igazán jól, mert rengeteg gyakorlást igényel. Tehát én emlékszem, hogy 20 évvel ezelőtt, amikor én először meneteltem katonazenekarba, én azt hittem, hogy megőrülök, mert hogy annyira ment jobbra-balra a hangszer a számon. Ezt én meg kell tanulni. Katonazenekarok megtanulják azt is, hogy hogyan kell -3 fokba játszani. Ezt a civil zenekarok világában gyakorlatilag elképzelhetetlen, mert nem csinálják. Mert azt mondják, hogy nem katonának, meg azt mondják, hogy meg kell csinálni, és ő azt mondja, hogy parancsért tettem, és megcsinálja. Így van. Annyit még hozzátennék, benne a laktanyában van nekik egy próbaterem. Viszont olyan másfél hetente megjelennek az alakuló téren teljesen váratlanul, és akkor ott felcsendül különböző dallam, és azt látni, hogy ők egy olyan másfél-két órán keresztül ott róják a betonon a köröket, magyarul készülnek a következő fellépésük, legyen az akár a fesztivál, valamilyen katonazenekari fesztivál, vagy valamelyik más fellépés egy vidéki helyszínen. De akkor gondolom, ezek a spontán kis próbák jó hangulatot teremtenek bent a laktanyában is, nem? Igen, igen, többen kérdezik, hogy akkor ezt most én kértem, vagy ez hogyan történik. Mondtam, hogy hát most ilyen hangulatban voltam, aztán jött a zenekar, és játszanak valamit. Itt ugye 17-én mire számíthatnak majd a szokásos kis térzenék, bevonulások, vagy hogy fog alakulni a 17-e programja? Lesz-e valami újdonság? Van egy szokásos forgatókönyv, 4 órakor a város 4 pontján, itt a belvárosban egyébként felcsendülnek a térzenék, abszolút figyelemfelkeltő jelleggel, majd 4:45-től 4:30-ig a 4 pontról bevonulnak a zenekarok ide a térre, 4:30-kor megnyitjuk a rendezvényt. Gyepsók, abban ugye igazából nincs ráhatás, hogy ki mit hoz, tehát minden zenekar hozza a sajátját. Még az előző gondolathoz, ha szabad visszakapcsolni, mindenképpen. Ezt szeretném volna mesélni, hogy volt 20 éven keresztül Kaposváron olyan fesztivál, ami mindig márciusban volt. Tehát márciusi tavaszi fesztivál, az mindenki tudta, hogy a katonazenekari fesztivállal kezdődik. Március 16-án, 18-án. Hát volt, hogy esett a hó, és kint katonazenekari fesztivál volt. Na most az dologban az volt a nehéz, hogy arra is hónapokkal előbb kellett elkezdeni készülni, és rendszerint már februárban, január végén, február elején kint az alakuló téren -fokokban gyakoroltak a zenekarok, hogy márciusban lehessen fesztivál. Most egyébként azóta Kaposváron is sok minden változott, azóta májusban van a fesztivál, és egy kicsit nyugodtabb is lett mindenkinek a lelki világa ott január-február körül, mert hogy nem, nincs az a nyomás, ráérünk már egy kicsit mondjuk +fokokba gyakorolni. Zárójel bezárva. 4:30-kor ugye megnyitjuk itt a rendezvényt, és
ami unikumnak számít, hogy most ötödik, azért mini jubileum, talán lehet úgy hívni, hogy ötödik fesztivál, mini jubilálás történik. Lesz énekes vendégművészünk, eddigiekben nem volt, most viszont Szomor György elfogadta a meghívást, és hát nem árulom el, hogy miket fog énekelni, de lesz benne azt gondolom minden korosztálynak való. 17-éről már szó esett, illetve arról is, hogy ugye ez egy ötödik év. Hát az öt év alatt azért voltak emlékek, biztos emlékezetes pillanatok. Hogyha valamit ki kéne emelni a fricsei fesztivál kapcsán, akkor mi lenne, ami mondjuk a személyes kedvenc, vagy meghatározó pillanat volt mind a kettőjük életében? A tömeg. A tömeg az biztos, meg hogy néha nehezen lehet itt mozogni a téren, meg nehéz kordába tartani a tömeget a segítőknek, hogy ne menjenek annyira közel a zenekarhoz, hogy legyen helyük előadni a sort. Itt mindig tömeg van, hál' Istennek. De akkor ez egy ilyen kellemes, szívetmelengető érzés. Ez igen, szívetmelengető, kellemes dolog, hogy ennyien kíváncsiak a zenekarra. Az, hogy hogyan kezeljük ezt a szituációt, az egy másik dolog. De mindenféleképpen jó, hogy érdeklődnek az emberek, igen. Tamás? Hú, ez egy nagyon nehéz kérdés. Most van egy, tehát sok pillanat van, amire szívesen emlékszem, de van egy nagyon-nagyon emlékezetes számomra. Ugye beszélgetünk arról, hogy mennyire sokat kell gyakorolni ezeket az alaki dolgokat, és hogy a katonazenekaroknak ez mennyire a sajátja, és mennyire az ő profiljukba vág. Pontosan itt ezen a téren volt egy sajtótájékoztató, ahova a fricsai fesztivál kapcsán a zenekarnak is ki kellett jönnie, és ott úgy volt megkomponálva, hogy talán polgármester úr és államtitkár úr beszéltek ketten, és a zenekar pedig abból az irányból menetelve jöttünk, játszottuk az indulót, és hát megvannak a begyakorolt karjelzések, ami ugye én viszem a tamburbotot, azt biztos látták már sokan, és azért nem azért van, hogy azzal fenyegessem a zenekart, hanem azzal bizonyos karjelzésekkel, botjelzésekkel, mint ahogy a forgalomirányító rendőr is, vagy katona a forgalmat irányítja, én tudom a zenét és a lépéseket ugye irányítani. És azt a zenészek tudják, hogy én mikor mit akarok azzal a bottal jelezni. És bevonultunk a térre az indulóval, és én semmit nem jeleztem, de semmit. Tehát, hogy bejöttünk, és én még azt szerettem volna, hogy még egy kicsit zenéljünk, még egy kicsit menjünk, ám a zenekar úgy döntött közösen, de nem szóltak egymáshoz, hogy zenéltek, majd egyszerre az utolsó ütemnél fogták magukat, lép, zár, mind a 20 ember egyszerre megállt, befejezték a zenét, egyszerre levették a hangszert, és így megálltak mögöttem, ugye. És így hátra néztem, tehát hogyha én ezt beintettem volna, se lehetett volna pontosabb, az a 20 ember ott akkor valami isteni csoda folytán, ott együtt lélegzett, együtt gondolkodott, úgy döntöttek, hogy ők eddig jönnek, és nem tovább, és megálltak halál egyszerre, és én hátranéztem, és így megkérdeztem tőlük, hogy ezt hogy csináltátok, és így annyit mondtak, hogy össze vagyunk szokva. De ez mondjuk egy jó dolog, vagy jó példa arra, hogy a katonák hogy össze vannak egymással szokva, vagy hogy egymásra vannak utalva, és magát a közösséget is jól fémjelzi, nem? Amit a Tamás mondott. Mindenféleképpen. A hadsereg az egy ilyen piramisként épül. Az egyes katona, a pár, a raj, a szakasz, a század, a zászlóalj, az ezred, és akkor így fölfelé. Ha nincsenek megfelelőképpen felkészítve, összegyakorolva, akkor ilyen nem történik meg. Legyen az akár egy zenekar, de akár egy lövészraj. Hogyha valahol elveszik a vezetés, onnantól kezdve automatikusan jön a következő ember, aki viszi tovább a parancs jogkört. A hadseregben van egy olyan érdekes szokás, hogy ha két katona van, ott az egyik már parancsnok. Vagy az, aki hamarabb lépett magasabb rendfokozat, ha egyforma a rendfokozatuk, aki korábban lépett rendfokozatba, ha még az is egyforma, amelyik az idősebb. Ez ilyen egyszerű, tehát valahol a vezetés mindig megvan. Itt volt egy vezetés, volt egy összeszokottság, nagyon jó példa volt arra, de ez igaz a lövészekre, igaz a tüzérekre, szinte egymásra néznek és tudják, hogy mi fog történni.
Én azt nem tudom, hogy a Tamás emlékszik-e arra, de néhány évvel ezelőttan, 2 vagy 3 éve ugyanígy Art Café Fehérvár című műsorban beszélgettünk, és a Tabiné Anna intett a zenekarnak, akik az Icsiligettől vonultak be, és meg volt beszélve 2 vagy 3 szám így a műsor végén, hogy azt eljátsza majd a zenekar. Te ugye ott ültél, és egy idő után annyira figyeltek téged, ráadásul a fehérváriak annyira szerették ezt a katonazenét, hogy nem tudta abba hagyni a zenekart, tehát kvázi egy ilyen mini koncertbe csapott át az egész, mert hogy azt vettük észre, hogy a színházzal szemben lakó házak ablakán is csüngtek az emberek, és egy ilyen nagy tömeg verődött össze, és ilyen vas tapsal hozták vissza. Ha szabad mondani egy érdekes dolgot. Nőnap, és a zenekar mindig készül egy ilyen kis apró koncerttel a hölgyeknek benne a laktanyában. Akkor Tamás épp szabadságon volt, és a Robi valahol ott szöszölt még a színpad környékén, de a zenekar már fönnült. Én készültem arra, hogy akkor megnyitót mondom a hölgyeknek, tehát egy váratlan gondolattól vezérelve fölléptem a dobogóra, ott volt a pánc, és akkor Tamástól, ahogy ellestem a mozdulatot, én is így fölemeltem, mindenki automatikusan vette föl a hangszerét, és akkor elkezdtem ott integetni előttük. De mondtam nekik, hogy azt játszátok le, idegzések, amit integetek. Nem sokáig játszottak, utána mondtam, hogy azt is tudtam már, hogy kell mutatni azt, hogy állj. Ágyt vezényeltem, aztán jött a Robi, és akkor kezdődött a koncert. Hát jó, hogy ilyen jó csapat el mögötted, meg jó, hogy ennyien szeretik szerintem a fehérváriak közül is, és az ide látogatók közül is a katonazenét. Mindenféleképpen nagyon jó. Köszönöm szépen, hogy beszélgettünk a Fricsai Katonazenekari Fesztiválról, és hogy elfogadták a meghívásunkat. Mi köszönjük, várjuk a vendégeket. Köszönjük szépen. Kedves nézőink, ez volt az Art Café Fehérvár. Holnap is jelentkezünk majd innen Székesfehérvár belvárosából ezzel a műsorral, és természetesen akkor is majd a Székesfehérvári Királyi Napok rendezvényeivel, eseményeivel fogunk majd itt foglalkozni. Tartsanak velünk, akár itt élőben 18 óra 5 perctől a helyszínen, akár pedig a televízió képernyője előtt. Köszönöm, hogy itt voltak, viszontlátásra!